Nagyon nagyon jó, hogy vannak gyerekek. Nagyon jó, hogy az ember nem 30 évesen születik, vagy lép ki egy ember tojásból, zsebébe, bankkártyával, BMW kulcsal. Nagyon jó, hogy így találtak Isten, olyan öröm, olyan vidámság, olyan üdítő a gyerekeknek a társasága, és könnyű utánuk beszélni. Lazák, kedvesek! A Máté evangéliumának tizedik részéből szeretnék egy pár verset felolvasni. A 34. verszaktól azt mondja, tehát Máté 10.34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút az apjával, leányt az anyjával, menyet az anyósával, így az embernek a saját családtagjai lesznek ellenségesei, vagy oponensei, ellenlábasai. Aki tehát jobban szereti apját vagy anyát, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem méltó rá, hogy hozzám tartozzon. Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. Aki viszont én értem feladja, az meg fogja találni. Amen. A kegyelem evangéliuma és az, az emberi sorsban, a keresztény sorsban tapasztalható szenvedések, nehézségek nem ellentétesek egymással. Sőt, ha a kegyelem evangéliumát képviseli, éli, hirdeti valaki, akkor szinte automatikusan megjelennek ezek, mert a világ és a vallás, a kereszténység abszolút nem kegyelem központú, a kiérdemlés alapján gondolkodik. Erről az állításomról csak két példát szeretnék gyorsan hozni. Az egyik Jézusé, aki maga a kegyelem, és úgy fejezte be a földi életét, hogy köztörvényes bűnözőként ugye megfeszítették, és nem a világnak jelent meg, és nagyon sok ember őt még mindig csalónak tartja, egy, egy becsapó, egy álnok embernek, aki hazudott arról, hogy ő Isten fia, és nem hisznek a feltámadásában. És tehát nem egy dicsőséges, csodálatos végelet az életének a Földön. Hogy mi történt, azt mi tudjuk, mert a Szent Szellem kijelentette nekünk. A másik pálapostól példája, akit meglátogatott az úr, amikor öldökléstől lihegve ment a damaszkuszi úton, és utána egy teljesen eredeti módon foglalkozott vele Arábiában, hosszú-hosszú évekig megjelent neki rendszeresen Jézus, tanította őt. Amit az apostolok a három év alatt a személyes kapcsolatból tanultak Jézusról, azt Pál, annak, azt Pálnak a feltámadott Krisztus magyarázta, tanította el. Olyan, olyannyira, hogy amikor elment Jeruzsálembe és előadta, azt az evangéliumot, amit ő hirdet, akkor Péter, Pál, Jakab, János nem tudtak más csinálni, fejet hajtottak, és azt mondta, neked te többet kaptál kijelentésből, mint amit mi tapasztalatból hallottunk Jézusról. Azután Pál elindul, megforgatja a fél világot, rengeteg gyülekezetet hoz létre, ugye, Uh, rengeteget szenved az Úrért, hirdeti az evangéliumot, uh, uh, csodák követik Efézusban például a szolgálatát, és az élete végén az ember azt várná, ugye ahogyan e, kondicionáltak bennünket a, a siker, a bővölködés evangélium által, hogy valami nagy gazdagságba, elismertségbe, befolyásba, hatalomba kerül az ilyen Isten embere, mert ez a bizonyság, ez a gyümölcse az odaszánt életének. Pál nem ebbe került, börtönbe került. Azok a gyülekezeteknek egy része, amelyet ő alapított, egész kis-ázsia elfordultak tőle. Megtagadták a személyét, megtagadták a tanításait. És a végén kivégezték. Ha ez ma megtörténne egy szolgáló testvérrel, akkor az egyház egy jelentős része azt mondaná, na, a hiperkegyelmes tanítót utolérte Isten igazságos büntetése. Megkapta, amit érdemel. Isten viszont mit csinált Pállal? Az írásai az Új Szövetségnek nagy részét, egy jelentős részét teszik ki. Példává emelte őt előttünk. És Pál a kegyelmet hirdette? Azt hirdette. A kegyelem evangéliumát élte? Bizony, hogy azt élte. Szenvedés volt az életében? Bizony, hogy volt. Tehát ne rémüljünk meg, ahogy Péter mondja, mert ezek a pillanatnyi szenvedések, ami ugye azért fájdalmas a Földön, nagy dicsőséget szereznek nekünk. Amit felolvastam, az az ige szakasz döntésekről szól. Olyan döntésekről, hogy nem, még nem a fizikai életünkről van itt szó elsősorban, hogy életünket kell adni Jézusért, hanem arról, hogy bele navigálódik a sorsunk egy olyan helyzetbe, amikor komoly döntés előtt állunk. Bemegyünk-e azon a keskeny, azon a kicsi ajtón, szű kapun, amit Jézus tár elénk, és azt akarja, azon menjünk? rálépünk-e arra a keskeny útra, amelyet Jézus mutat, hogy azon járjunk. Felvesszük-e a keresztet, amiről Jézus mondja, hogy barátom, gyerekem, most ez az időszak jön az életedre, egy olyan időszak, amit nem fog szeretni, de miattam tedd meg. Tedd meg, ne járjál a széles úton. Itt nem igazság és bűn közötti választásról van szó, hanem egy olyan vezetéséről az úrnak, amivel a lelket se ért egyet, amivel a környezetet se ért egyet, amitől szenvedsz, de valamilyen titokzatos módon, motivumokból az Úr miatt mégis vállalod. Mégis nem tudsz más tenni, csak felveszed a keresztet, és viszed tovább, és bízol benne, hogy, hogy hát Jézus se évekig hordozta az övét, hanem egy, egy darabig, hogy egyszer leveszik rólad. És ebből én arra gondolok, bár ezt a Bibliából én nem tudom bizonyítani, hogy különbség van a hívő és a tanítvány között, mert ebbe az ige szakaszba arról van szó, hogy aki követ, a követőkről, aki szorosan jön mögöttem, azokra, azokra vonatkozik. A lelkünknek van ugyanis egy komfort vágya, szeretnénk békességben, csendben, nyugodtan, gazdagon, egészségben, boldogan, a család körében élni, megöregedni, hogy semmi baj ne legyen, jábes áldását szeretnénk minden, mindannyian, de a Bibliában is csak neki adta meg az úr, nem tudom mi volt a titka, de ez nem, valahogyan nem megy. És amikor választanunk kell például a között, hogy szeretett emberek azt mondják, hogy ne járj azon az úton, ne járj azok közé az emberek közé, ne beszélj ott közöttük, mert ha igen, akkor megvonjuk tőled a társaságunkat, akkor, akkor haragba leszünk. E... Ez azt jelenti, hogy fel kell venni a keresztet. De akkor se követel az ember bűnt, ha azt mondja, ezt nem tudom megtenni, mert bele töglök. Tehát nem bírja ki a lelkem, nem követel bűnt az ember, csak valamiről lemarad, valami nagyon fontosról. És itt nem vallásos robotokról beszélek, azt mondja, mit a engem a családom, gyerek, vagy a feleség azt mondja, hogy ne csináljam, nekem az úr mutatta, én csinálom. <laughs> nem ilyen, dehogy is nem érdekel, hát szeretjük őket. Dehogy is nem fáj, ha, ha nem ha morcosak velünk azért, mert tudjuk, hogy azon az úton megyünk tovább, amit az Úr mutatott, és az kiakasztotta őket. Fáj, mert, mert, és nem tesz ez bennünket valami überkeresztényé, valami e, hérosszá, keresztény hérosszá, mártírá. Fú, én viszem a keresztem, dehogy is. De ahogy is az egészről tudjuk, hogy ez, ez mi nekünk nem menne. Tudjátok, a természetünk, az emberi természetünk olyan, legalábbis az enyém, hogy kellő kondicionálással, kellő kísértéssel, kellő pressziókkal bármilyen bűnre. Én azt vettem észre, szerintem rávehetőek vagyunk mindenre szinte. És jó ezzel tisztában lenni. És ami megtart és távol tart ezektől, az az Isten kegyelme. Az, hogy szeret, hogy kiválasztott bennünket. És amikor a keresztet visszük, vagy vagy nehéz sors nehéz időszak van az életünkben, akkor se istenülünk meg, ugyanolyan pasik vagyunk, nők vagyunk, csak valamiért most ez van, ezt kérte Jézus. És ilyenkor néha haragszunk rá, néha veszekszünk vele, nem értünk vele egyet, mert, mert mindenható Megkérdezzük tőle, Isten már mindenható vagy, ha hát nem meg tudtad volna csinálni, hogy minden rózsaszín legyen és minden full extrás legyen az életemben? Meg tudta volna csinálni. Megcsinálta, nem csinálta. <laughs> és ilyenkor durcáskodhatunk, mérgelődhetünk. Miért nem? Hát miért nem csinálod meg? Egyet nem tudunk tenni. Nem tudjuk őt ott hagyni, nem tudunk megneheztelni rá tartósan. Viszonyunk van vele. Azért használom a viszony szót, mert nem mindig galampár a keresztény és Krisztus viszonya. Néha vitatkozunk, mint jobb. Civakodunk vele, viszonyunk van vele. Mondd meg a feleségenek, drágám, viszonyom van. Most beismerem. De egyetlen egy személy van, aki harmadikként kívánatos egy házasságban, az Jézus. <laughs> és a gyerekeknek is ugyanígy meg lehet mondani, gyerekek a szüleinek, hogy apa, anya, kedves gyerekem, nem tudok mindenben úgy csinálni, hogy elvárod, mert viszonyom van. Jézussal. <laughs> a lélek vágy, a lelkünk vágya hogy jön is az, hogy ne legyenek konfliktusaink, lehetőleg ne konfrontáljunk senkivel, és valahogy az derül ki a Bibliából, az Új Szövetségből, hogyha tényleg követni akarjuk Jézus szorosan, akkor nem fog, nem fog, menni. Nem fog menni az állandó dolcsövita, a hegycsúcsokon való ugrálás, a rózsaszín, Kipárnázott élet, mert nem különb a tanítvány a mesterénél. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, az ő háza népét is annak fogják. Ha Jézusról azt mondták, hogy Belzebub által csinál csodákat, és te követni akarod őt, és a kegyelem evangéliumát hirdeted, akkor bizony róla se fognak mindig szépet mondani. Tehát ez is a kegyelem evangéliuma, hozzátartozik, és vannak az embernek olyan időszakai, amikor... Amikor megpróbáltatik, vagy bejöhetnek ilyen dolgok, ilyen például az tapasztalatból mondom, amikor hirtelen valami nagyot lép egy közösség, egy gyülekezet, és, és hirtelen sok pénz kerül emberek kezébe, és nem az, hogy lenyúlni vagy lopni, hanem egyszerűen valahogy másképp kezd el gondolkodni az ember, fontosabbá válik neki a hatalom, a befolyás, a gazdagság, lépéseket tesz, és megérdemli, úgy érzi, és meggyőzi a környezetét is. És a végén ezeket az emberek már nem a hatalmukat használják, nem a gazdagságukat használják, nem a befolyásukat használják, hanem fordítva a hatalom kezdi őket elhasználni, a befolyás rabszolgáivá válnak, és a sikerüknek a, 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 az elfogadottságuknak, a gazdagságuknak a rabszolgáivá válnak. És ez a csapda, ez ott leselkedik minden nagy-nagy kilépésnél, gyülekezetekre és személyekre is, amikor nagy változás van az ember életében. De van a lelkünknek egy vágya. Van egy régebbi 70-es, 60-as évekbeli vers, ami eszembe jutott reggel, Juhász Ferenc írta, mondja, hogy te boldog Isten, ad nekem, hadd éljem le életem, csak egyszerűen, józanul, napokat számlálatlanul, ágam, okos kéznyesse meg, ágyam, asszony vesse meg, termő legyek, halálomig alvók ki sosem álmodik, ki estéig úgy fárad el, hogy mosolyan nem szárad el ez egy jó, ez egy, ez egy, szimpatikus terv, és akkor elmondja, hogy hát mert azért iszonyatos ego ö, ö, tolakodik, dúl, meg ö, torlódik benne, azt mondja magáról, hogy bennem a mindenség delel az úr az űr csöndjével, fényivel, és úgy fejezi be, hogy és én már úgy érzem magam, mint az anya, a boldogtalan, Hisz szülni már régen joga van, magzatának már foga van, de nem jön meg a fájdalom, és fuldoklik, és nyög nagyon, és benne szakált eresztve nő, homlokáig a csecsemő. Egy morbid kép, de borzasztó teli találat. Az ember az Isten kép mása. át tud jönni nem jó keresztényeken is. Az Isten beszé, de gondoljatok, ciruszra vagy vagy más uralkodókra, akik tök pogányok voltak. Tehát van egy kínlódás a keresztény életben, hogy nagyon nagy a Krisztus, akit mi hordozunk a szívünkbe. Ha, én el, ha el tudnánk mondani a mérges családtagjainknak, ha meg tudnám mutatni, hogy itt van, ő mondta, nézzétek meg, akkor nem kéne már veszekedni, de nem tudom elmondani, még akkor sem tele vagyok Szent Szellemmel, mert testben vagyok. Ezért kell állandóan beszélni, beszélni, beszélni róla, bár csak ide tudnánk állítani, itt van Jézus, <laughs> és átadjuk a mikrofont. Bár csak így lenne, akkor nem kellene többet a prédikálás intézménye, de nem megy. Másrészt meg nagyjá lesz bennünk az évek során, és elkezd beleszólni a magánéletünkbe, beledumál a dolgainkba. Jézus, beleszól? Joga van beleszólni? Joga van. Ő teremtett, annyira szeretett, hogy meghalt érted, joga van beleszólni. Joga van átmenetileg berakni téged, minket tüzes kemencébe, gödörbe. Joga van megkérni, hogy most ezt a korty keserű poharat te is itt ki joga van, joga van, ő az Isten, és nagyon szeretett bennünket, és a szívünk már nem tud más csinálni, durcáskodunk, mérgelődünk, de mégis megyünk utána, mint a, 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 az egér, akit a kígyó megbűvölt. Jézus nem bűvölt meg, csak a szívünk egyszerűen annyira hozzá tapad a személyiségéhez, és magunk sem tudjuk, miért megváltoztunk. Nem az, hogy jobb emberek vagyunk, hanem egyszerűen vele vagyunk. És ő olyan fantasztikus, olyan csodálatos, persze a kegyelem, a szeretete, a személye okozta ezt, de ez nem mindig tudatos, a szívünk mégse tud elszakadni. Mégiscsak megyünk, ahogy ugyanaz a költő írja, még ha baj van, és csak feléd ütök, mint a légbe a féllábú tücsök. Tehát, ha baj van, is vele veszekszünk, vele egyezkedünk, viszonyunk van vele, és valahol, és ez az utolsó mondatom, mondjuk még egy kérdő. valahol az van testvérek, hogy amikor ropogósra sülsz a tüzes kemencébe, amikor a gödör alján már szádig ér a trutyi, úgy érzed, és nem húz ki, amikor iszod, iszod azt a keserű poharat, amit a kezedbe adott, jársz azon a keskeny úton, ahol horzsolja a válladat, az oldaladat, a fal, a fák, olyan keskeny, alig férsz be a szoros kapun, de csinálod, mész, valami megmagyarázhatatlan módon, akkor is bízol benne. Ben a tűzbe, ben a szenvedésbe, bízol benne bízol benne, és itt érek el ahhoz, amit igazából konklúzióként mondani akartam, hogyha ebben a lelkünk nem veszi át az irányítást, hanem az a szívünk tud vezetni, ami olyan végletesen és nem reménytelenül, de örökre oda van kötve Jézus személyéhez, és ez vezet, és újra meg újra kapcsolódsz hozzá, megszólítod, azt veszed észre, hogy miközben cipeled a keresztet, a szenvedés van az életedbe, a közösségnek egy olyan intimitásába ránt bele, amit soha nem képzeltél volna el. És ezért érdemes a szoros kapuni járni. Ezért érdemes kitartani a kegyelem evangéliumában. Ezért érdemes alázatban maradni, hogy ember vagyok, és minden, amin van, az, az Krisztusé, mert egy olyan közösségbe, egy olyan szoros kapcsolatba kerülhetünk vele már itt a Földön, amiből csak egy szabadulás lesz az, amikor végre kiugorhatsz a testedből és nem depisen, hanem örömmel mész oda, ahol, 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 a nagybetűs élet van, ahol minden izgalmas, ahol már nem választ el semmi a Krisztustól, és ez a ti jövőtök, ez a mi jövőnk. Úgyhogy, ha szenvedés van az életedbe, fájdalom, él a lehetőséggel, ragad meg Jézust, és menj hozzá közelebb, mert sokkal közelebb van, hozzád, amikor nehézségbe vagy, mint amikor úgy érzed, hogy te vagy a Jani. <laughs> Isten áldjon meg!